A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvári beszélgetéseket látják. Nagy öröm számomra, hogy a mai beszélgető társam egy úgymond állandó vendége a televíziónak. Én már többször forszíroztam azt, hogy kicsit jobban ismerjük meg, és ezért a Nálatok Mizu című műsorunkban már azért egy kicsit jobban is találkozhattak a vendégemmel. De aztán vannak olyan magazinműsorok, amikor itt van állandó szakértőként, és most nagy öröm, hogy ezt a 25 percet rászentelhetjük, és egy kicsit jobban tényleg megismerhetjük dr. Mosolygó a házi orvost. Szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. No, a neved beszédes mosolygó, <laughs> nem tudom, hogy ezt, ez az életeden végig kísér, ugye ez a, ez a vezetéknév, de ahogy rád nézünk, ez teljesen leírtéged téged egyébként. Igen, igen, mint nekünk találták volna ki. Ezen a vidéken nem gyakori a mosolygó név, de ahonnan én származom, Nyíregyháza környékén, Újfehérton születtem, és ott több mosolygó család is van. A, a, mi családunk is igen széles, édesapám még nyolcan voltak testvérek, egy gyönyörű, nagy, szereteteljes család, édesanyám még is hárman, szóval egy, egy nagy, nagy, igazi, erős családból származom. Uh -huh. És mindenki ilyen mosolygós, mint te? Igen, szinte azt mondhatom, bár minden, azt szoktuk mondani, hogy minden családban van mindenféle ember, de abszolút összetartó és mosolygós. Igen, ez a jellemző, jellemzően. Meg valahogy ez olyan, mint a cégér, nem? Tehát, hogy most a, a, a neved alapján már azért így azonosítanak Igen, téged. nagyon különösen néz neki, ha én egy ilyen búval bélelt ember lennék. Uh -huh. Igen, igen, meghatároz. Ú, így tudatosan ritkán gondolok rá, de valahol biztosan a, a név beszél, a nomen, ezt, omen, minden latin közmondásnak van valami uh -huh. igazságtartalma. Igen, nálunk is, amikor így bekerültél a köztudatba, akkor mindig mondtuk, hogy jön a mosolygos doktornéni. <gül> <gül> Igen. És hát tényleg azért is öröm, mert hogy azért ebben a műsorban is voltál már többször, ha jól emlékszem, a Sédazolinál, amikor is ugye egészségügyi problémákkal kapcsolatban beszélgettetek. Ott azért egy kicsit hosszabban tudtatok, ugye az Együtt magazinban kicsit kevesebb idő jut rá, de azért sokszor szerencsések vagyunk, és tudunk veled beszélgetni, Igen. és jó tanácsokat is adsz a híranyagainkban is azért ott szoktál lenni, de azért az most jó, hogy egy kicsit jobban megismerhetünk, és akkor nézzük meg ezt a mosolygós személyiséget. Picit menjünk bele abba, hogy szoktam ilyeneket kérdezni néha vendégeimtől, hogy például, hogy fonendoszkóppal jöttél a világra, az volt a kezedben, vagy a nyakadban, amikor, amikor világra jöttél? Tehát, hogy, hogy me, honnan az indítatás, miért lettél te orvos, miért, miért fontos neked ez a pálya? Nem azzal a nyakamban, olyan tíz éves korom körül eh, került a nyakamba szimbolikusan senki a környezetemben, a családomban senki sem volt orvos, nem nem volt ezen a vonalon még csak egészségügyi dolgozó sem, sőt, olyan gyámoltalan, kis, félős kislány voltam, olyan értelemben, hogy a, ha látogatni mentem a kórházba, rosszul voltam attól a tipikus kórházi szaktól, és az én saját életem a bizonyíték arra, amit enyévesen már tudom, és megtapasztaltuk, hogy és, és biztatom a gyermekeimet is vele, hogy amit az ember, meg akar csinálni, az mindent meg tud csinálni. Mindenre képesek vagyunk. Ha valamit nagyon szeretnénk, akkor megtaláljuk hozzá az eszközöket, és, és van erőnk, sokkal többre vagyunk képesek. Az, hogy én orvos lettem, és mindent az egyetemen is, és azóta is a betegeimmel, amit akarok, meg tudok tenni, az a bizonyítéka annak, hogy mindenre képesek vagyunk. De viszont ennek a hitnek valahonnan jönnie kell? Ez honnan jött beléd, a ez nagy a nagy a az, az Hát gondolom csodálatos, fantasztikus szüleim vannak. Sajnos nem élnek már velünk egyikük sem, de gondolom, hogy tőlük hozom, ők igyekvő, szorgalmas emberek voltak. Meg valahogy a, a mi családunkban a legnagyobb, a legnagyobb erőnek én az összetartást, ezt a nagyon bensőséges kapcsolatokat érzem, és azt az óriási szeretet erőt, amit azt hiszem, hogy én is adok tovább, azt mondják a gyerekeim, hogy... Ez náluk is folytatódik, és az a hagyomány szeretet, ahogyan az ünnepeinket éljük, az az egy nagy erő minden embernek a hovatartozásában. Uh -huh. Említetted ugye, hogy újfehértóról származol. Hogy kell elképzelni a ti családotok életét, hogyha ilyen sokan voltatok, ilyen nagy családban éltetek, és ugye akkor menjünk egy picit végig majd az iskoláidon, és hogy ugye mondtad, hogy tíz éves korodban jött az, hogy te szeretnél doktornéni lenni, hogy akkor ez a, ezek a családi dolgok hogy alakultak. Én egy zenetagozatos iskolába jártam, és a zene azóta is része. Hát nem minden napomnak, hanem minden órámnak nagyon szeretem a zenét meg minden más tárgyat is szerettem, a matematikát is nagyon, és most már tudom, jó ideje, hogy a matematika és a zene egyébként az egy ilyen kapcsolt készség, ezt a fiaimon is látom, megtapasztaltam. És a zenetagozat azért volt jó, mert az egy ilyen válogatás társaság volt az iskolák között Újfehértón, úgyhogy nagyon szerettem azt az iskolát. Aztán egészségügyi szakközépiskolába jártam, és onnan már még hezitáltam, hogy pszichológusi vonalon induljak, vagy az orvosi egyetemre, és aztán az orvosi egyetem mellett döntöttem. Életem egyik legszebb döntése volt, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon helyemen vagyok, óriási, lankadatlan lelkesedéssel csinálom most is. Most már sokkal jobban értem, hogy miért kerül valaki erre a pályára, és miért nem, vagy hogy miért való nekem ez a munka, de megtaláltam az utamat benne. És hát jobban nem is volna. És vajon milyen a válasz, amit most feltettél kérdést? A készségeink azonosítanak, hogyha így hallgatunk arra, hogy mit csinálunk szívesen, és az emberekhez való viszonyom volt olyan, és ezt láttam a szüleimen is. Szóval talán a, a családnak a jelentőséget talán ott lehet megfogni, ezt még csak most értem, ahogyan kérdezed a kérdésed nyomán, hogy talán a, a, amit magunkkal hozunk a, a felmenőinkből, az az emberekhez való viszonyunk, az a, a jó téteményekkel, a kedvességekért való hála, a, ahogyan megszabja az emberekhez való viszonyulásunkat, az talán arra az útra meghatározó, hogy milyen típusú munkám lesz. Hát, Nyilván többféle munkában érvényesül az, hogy emberekkel bánni, de hogy, hogy nem csalódottan és nem az emberekből kiábrándultan, hanem nagy lelkesedéssel és még mindig nagyon nagy akarással teszem a dolgomat, az lehet, hogy valahol itt ered, és hát az édesanyám és édesapám nagy ember szeretetében. <coughs> Hogyha ugye mondtad az előbb, hogy a pszichológus pálya is vonzott, én ugyanúgy el tudnálak egyébként abban a szerepben is képzelni, már csak azért is, mert tudom azért, hogy veled milyen beszélgetni, tehát, és azt is el tudom képzelni, de majd erről később beszélünk, hogy te hogy állsz a paciensekhez, és hogy nyilván egy kicsit azért itt pszichológusnak is kell lenni, nem? Igen, és azért örülök ennek az eredendő döntésemnek akkor még éretlen 18 évesként, mert ebben a munkában Muszáj használni. Szerencsére jó, vannak emberek, akiknek meg kell tanulni ilyen mechanizmusokat, eszközöket, és valakivel vele születik, és én azon szerencsés vagyok, aki valahogy, valahogy eredendően tudok, értek dolgokat, hogy mi az, amitől egy másik ember megnyílik. Ez most nagyon nagyképpen hangzott, nem, nem rögtön tudtam, de. Talán azért, mert hogy nyitott szemmel és nyitott szívvel élem az életemet, és hajlandó vagyok mindig tanulni, minden esetből tanulni, minden betegemből tanulni, és talán ez, ez hozott oda, hogy, hogy jó kapcsolatot tudok, bizalmas kapcsolatot tudok a betegekkel kialakítani, meg hogy van bennem azért egy nagyon mély és érintetlen felelősségérzet, hogyha valaki hozzám fordul tanácsért, akkor onnantól kezdve, mint a kis hercegben, bár ez már ilyen nagyon romantikus irányba megyek át, de hogy, hogy felelőssé válok azért, akinek tanácsot adok, és hogyha ezt a felelősséget szépen alázattal viselem, akkor azt a, a másik ember is, akivel kapcsolatban lépek, szóval az orvoslás csak úgy működik jól, csak úgy van esély bármiféle előre, menetelre és javulásra, hogyha, hogyha oda-vissza bizalmasak vagyunk egymással. Uh -huh. És az egyetemen egyébként tanítanak ilyet, ilyen Ó, nem. Készségeket? Nem, 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 és annyira rátapintottál. Most éppen gondolkodóban vagyok, hogy milyen irányban tanuljak megint, és az egyik az a pszichoterápia. Nem tanítanak egyetemen szakvizsgaként, ráépített szakvizsgaként lenne most lehetőségem pszichoterápiát tanulni, és még hezitálok egy másik irány mellett is az életmód életmódorvoslás útja, között hezitálok, nem tanítanak pszichológia tantárgyat tanultunk, és ott egy zseniális pszichológia tanárom gyakorlatvezetőn volt. Nagyon hálás vagyok neki, mert hát ittam be a szavát, és talán megegyeztem minden szavát, minden lehetőségét, még akkor ilyen naívan állva a világban. Hálás vagyok azért is, de hogy hogyan építse kommunikációt például a, a pszichológiának mondjuk az egyik legnagyobb Leghatékonyabb területét, hogy hogyan tudok kommunikálni mindenféle embertípussal, azt nem tanítanak, pedig nagyon nagy szükség lenne rá. Egyébként ez a kommunikáció lett volna a következő kérdésem, mert abból, amit belőled hallunk, látunk, az valami bámulatos tényleg, ahogy tudsz beszélni akár a betegségekről. Tehát, hogy olyan közérthetően tudsz megfogalmazni dolgokat, hogy lehet, hogy más elkezdene latinul beszélni, de hogy, é, hogy tényleg téged azért is kedvelnek, és ezt tudom másoktól is, mert hogy olyan érthetően és olyan szenvedéllyel, alázattal beszélsz a saját területedről mindig, meg a betegségekről. Um, olyan jó, hogy ezt így látod. Nagyon nagy hitem van abban, hogy nagy felelősségünk van a a mi tudásunkat ismeret terjesztéssel, ez már olyan elavult szó, holott ennek nagyon fontos tartalma van, ismeretet terjeszteni az emberek között. Mert én úgy látom, hogy a világunkban most az egyik probléma, az egyik előny és meg az egyik probléma is, hogy információ özön zúdul ránk. És nagyon nehéz ebben tájékozódni. És kellenek technikák, kellenek tanult mechanizmusok, hogy hogyan boldoguljunk el abban a nagy káoszban, ami a világból ránk árad. És ami az egészségünket illeti, kétségtelenül az én területem a legfontosabb terület a világon, az egészségünk a legfontosabb terület, és hogy az egészségünket illetően hogyan tudok elboldogulni az internet, által bocsátott hírekre, álhírekre, számtalan marhaságra, amit ott találnak az emberek, abban nagyon nagy felelőssége van az orvosoknak, hogy ismeretet terjesztenek, hogy segítsünk eligazodni benne, hogy megtaláljuk azt a kommunikációs csatornát az emberekkel, a többféle is, meg egyszerre sokféle csatornát is, amivel, amivel segítünk a saját egészségüket segíteni, óvni, fejleszteni, védeni. A felelősség azért nagyon nagy szó, mert hogy azért emberi életek Igen. múlhatnak rajtad, és gondolom, hogy nem mindig fenékkig telj föl az, amit átélsz. Igen. Mint házi orvos sem, mint üzemorvosként. Nem tudom, hogy, hogy, hogy biztos láttál sok-sok csúnya a történést, és hogy ezeket hogy tudod Igen. kezelni, feldolgozni. Ö, nagyon nehéz, Ö, és a... Vannak nagyon nehéz történetek, nem mindig csak a látványosan nehéz, hanem ö, olyan pillanatok, hát csak a klasszikusan, amikor meg kell, amikor én kell, hogy elmondjak értelmezve egy leletet, hogy ez nagyon nehéz út, ami előtt állunk. Ha valami nagyon rossz hírt kell közölnöm, vagy családtaggal, egy hozzátartozójukról, egy szerettükről, mert nem a hozzátartozás a lényeg, hanem hogy egy szerettükről, micsoda érzelemözönt vált ki, hogyha ilyen dolgokat megbeszélni, reményt adni, utat segíteni, utat mutatni, azok nagyon nehéz pillanatok és uh, nehéz feladatok. Nem mindig arra gondolok, hogy az én feladatom, és azt vinnem kell a hátamon, a lehetőleg emberibb módon, mint ahogyan az őszinteség is. Amikor én kezdtem az orvoslást, akkor nem volt még ennyire egyértelmű az őszinteség. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy régen gondolkodtak, és nem mondták meg mindenkinek például, ha egy rossz indulatú daganata van, hanem a családdal beszélték meg, hogy közöljék vele, vagy sem. Ma már ilyen egyáltalán nincs. És én azt gondolom, hogy minden embert megillet az ő testét, lelkét, elméjét, illető tudás, hogy mi van vele. És amit, amiben én így... Oldozom, foldozom, foldozom a, a kórházi ellátórendszer időhiányát, hogy nem magyaráznak, nagyon sok, sokszor nincs idő magyarázatokra, hogy azokat igyekszem visszapótolni, mert nagyon sok kérdés felmerül az aggódó emberben. És ebben szerintem az nagyon nagyon jó, hogyha olyan háziorvossal van valakinek, aki rászánja az időt és a, az odafigyelést felelősséggel, ami illeti őt. Hú, most ezt a rászállni az időt, ezt most, hogyha belegondolok abba, hogy most például én is a környezetemben is itt nagyon sokan házi orvosról házi orvosra mászkáltunk, és mindig megvannak ezek a úgymond panaszok, hogy hát nem veszik fel órákon keresztül a telefont, nyilván, mert sokan vannak, nyilván, mert igen. limitált ugye a rendelési idő, tehát, hogy még, még a rendelési időt is be kell tartani, akkor ezt hogy tudod így kivitelezni, hogy ugye nem tudom hánytól hányig rendez, de közben bele kell, hogy férjen mindenki, és közben mindenkire nyilván ugyanannyi időt kéne szállni. Ezt úgy tudom, hogy én kialakítottam magamnak egy saját rendszert, amiben én élek és dolgozom, és élem a sikereimet, kudarcaimat, és a, a klasszikus háziorvosi rendszerben én akkor álltam fel abból, amikor már nem volt elég idő a betegekre, és nem szerettem úgy dolgozni, hogyha volt egy nap, egyszer fizikai képtelenség, 80 beteg megy be a rendelőbe. Én azt szoktam mondani, hogy köszönni, és kezet mosni elég 80-szor egy nap, és vége van a, a munkaidőnek. De hogy ezt jó minőségben tudjam csinálni, én egy olyan hibrid rendszert alakítottam ki az életemben, amit most így ebben a felállásban, ahogyan most élek, Rajongva szeretem, mert mert így tudok minőségi háziorvosi munkát is tenni, és így tudok azokra az emberekre ö, időt szánni és megfelelő munkát, a, akik rám, van, rám bízták az egészségüket, vagy a gyermekük egészségét. A legszebb dolog, ami létezik a világon. Uh -huh. Maga az orvoslás része az egy nagyon-nagyon összetett dolog. Tehát uh, itt annyiféle dologhoz kell érteni, szerintem legalábbis így laikusként, hogy, hogy ez bámulatos. Tehát amikor, amikor mondjuk egy recepten nem tudjuk elolvasni, hogy, hogy mi van oda írva, akkor csak nézzük, hogy hú, hát leírják latinul, de aztán ki tudja. Meg, meg azt tényleg, hogy mondjuk a laboreredményeket értelmezni. Meg hát nyilván egy csomó minden mást diagnosztizálni, ez egy nagyon nehéz feladat lehet, és nagyon összetett. Uh, igen megtanulható. Amikor ami változott bennem így a sok év során, és amiben nagyon sokat tanultam, hogy vannak tény tudások, amiket el lehet sajátítani az egyetemen, és utána évről évre épül tovább, leginkább a megélt eseteinkkel, a beteg eseteinkkel kapcsolatban, azokkal építkezik a tudásunk, ezt hívják ilyen tapasztalatnak, és bölcsességnek, ami, ami azért évről évre egyre nagyobb érték a, a mi munkánkat illetően. Ami me emellett még nagyon nagy érték, hogy, hogy amit én tapasztalok, hogy sokkal nagyobb a jelentősége a lelki, mentális értékünknek, az együttérzésnek abban, hogy sikeresek vagyunk -e ebben az együttműködésben. És amit, amit megtapasztaltam is régen, nem gondoltam ezt ennyire tisztán, hogy ez közös munka hogy itt nem arról van szó, hogy én elmondom, hogy mit kell csinálni, és a beteg megcsinálja. Minden beteget elveszítek, ha módon elmondom, hogy mi a dolga, hanem abszolút annak a megtalálása, hogy meddig mehetek el, milyen tanácsot adhatok, milyen motivációkat találok, ami, ami a beteg útját befolyásolja, és ahol megfogható ez, és ő is akarja már, hogy egy kicsit más irányba menjünk, és ehhez meg kell értenem, és ő is meg kell, hogy értsen engem ez jó, hogy mondod ezt, hogy akarja, mert hogy, hogy az embereknek az egészségével kapcsolatban, és szerintem erről órákig tudnánk beszélgetni, ebben biztos vagyok, nagyon sok minden van, nagyon sok mindent lehet olvasni különböző felületeken, akár könyvekben, sok mindennel lehet befolyásolni az embereket arról, hogy hogyan legyenek egészségtudatosak, akárha csak a táplálkozást nézzük, hogy most mi a jó, mi a nem jó voltak korszakok, vannak korszakok, akár Igen. diétákban is. Igen. Most ez a jó, de nem kiderül, hogy ez nem volt jó. Igen. Tehát, hogy, hogy annyi mindent, minden változik, és hogy annyi mindent lehet meg, megmagyarázni a betegeknek, vagy az embereknek, de nagyon sokan nem akarnak például foglalkozni az egészségükkel, hogy ez, ez is egy nehéz dolog lehet. Az az első feladat, odáig eljutni, hogy minden információ rendelkezésére álljon annak az embernek, aki hozzám fordul segítségért, hogy, hogy mit kockáztat, hogy milyen utak vannak, és aztán persze ő dönt a bejárt útról, hogy melyik útra lép, és én miben tudok neki segíteni. Az orvosként az egy nehéz feladat, hogy, hogy bármiben, ami mellett dönt, tudjam őt segíteni. És lehet, hogy én tudom, hogy nem az a jó megoldás, és, és sokkal jobb lehetne, ha egy másik út mellett, de a döntés Mindenkinek a saját egészségéről saját magának van lehetősége és joga dönteni. Szóval lehet úgy dönteni, hogy most már egészségesen fogok étkezni, és beépítem a mindennapjaimba mozgást valamilyen úton, módon, és lehet úgy is dönteni, hogy nem, én ezt nem akarom. Nem tudott megfogni. De a lehetőségeket tudni, és ahhoz mindent tudni, az feladata az orvosnak ezeket átadni. A változásokat hogy éled meg? gondolok itt arra, hogy azért itt a finoman régen, régóta csinálod ezt, mondhatjuk azt is, hogy évtizedek óta, de hogy, hogy nagyon sok mindenen átmentél már te is, magad is, Igen. és hogy nagyon sok változás is volt, ahogy az előbb is már beszéltünk erről, különböző hitek, tévhitek, stb. orvoslásban Igen. újabb vívmányok jöttek, stb. Meg hát volt itt ugye most egy nagy korszakunk a COVID, ami még Igen. sajnos velünk van, hogy ezeket hogy éled meg? Mert nyilván az benne van, ahogy mondtad már korábban, hogy tanulsz mindenből, de hogy ezért ez is nagyon nehéz lehet, hogy... Hogy mindennel lépést tarts el, hogy mindig mindenre tud a megoldást, mint például itt nem a Nem nehéz, nem nehéz. És az, az egyik fontos válaszomat meg is mondtad, hogy a tanulás. Én ö, nyitott szívvel, nyitott szemmel, nyitott elmével járok, és mindig hajlandó vagyok tanulni. É, nagyon szeretem az idős embereket, nagyon sokat tanulok tőlük a kisgyerekeket, a körzetemben, meg egyáltalán az életben a kisgyermekeket, a tisztaságuk, meg a középkorú embereket, ennyiféle csak a szeretetem az emberekbeli. Idős embereknek a tudását, tapasztalatát, hát gyönyörködtet. A változatosság gyönyörködtet, ahogyan a szólás is mondja. Sok értelemben. Nagyon szeretem a tudományos közeget. Most én ezt ö, olyan formát Élek meg hozzá, hogy a konferenciákat, a kongresszusokat nagyon szeretek ilyen körben forogni, a kollégákkal beszélni, és ezek ilyen elmék között lubickolok, azt nagyon szeretem. És mindig hoznak újdonságot, és én nagyon örülök minden újdonságnak. Vannak persze nem jó irányú változások, van egy uh, Isten adta nagy tehetségem olyan értelemben, hogy természetem, hogy ha valami, valami nem tudok változtatni valami rossz dolgon, addig gondolkodom az agyamban, hogy mi azok oka, mi az oka ennek, hogy most ilyen nehéz valami, és hogyha nem tudom megoldani, akkor tovább lépek, nem vekengek sokáig dolgokon, és keresem mindig a jót, és ebben is tanulok a gyerekeimtől is, tőlük mindig nagyon sokat, nagyon sokat. Na, ha már őket említed, ugye beszéltük itt a műsor elején is, hogy nagy családod van, igen. Ugye nem kevés gyermekkel rendelkezel, igen. és hát most már ők nagyok. Úgyhogy egy pár mondatot, hogyha mesélné róluk, hogy ők milyenek, és hogy hogy egyébként magát ezt az egészség tudatosságot, ezt hogy sikerült a családba beépíteni. Ha lát, ha jól láttam, akkor van egy Iron Man is köztük. Igen, igen, úgy, a középső fiam, akkor vele kezdem. És, és hogy milyen példaértékű az, ahogyan élnek. Huncutok, zsiványak, és ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek, de ők a világ legjobb gyermekei. Szóval nagyon szerencsés ember meg anya vagyok, és ez az életemnek a legfontosabb területe, és bármennyire imádom a hivatásomat, és rajongva teszem, a gyermekeim, a szeretteim az elsők egyértelműen az életemben. És az Iron Man gyermekem, ő fantasztikus. Hát tőle azt tanulom, hogy ő zseniális abban. Egy kicsit talán nekem is képességem, de még jobb és még jobb akarok lenni, és látom, hogy mennyire szép, ahogyan ő csinálja. Ő fantasztikus például a mozgáson kívül abban, hogy, hogy szavakba ölti az érzéseit, és elmondja minden jó dolgot, amit csak tud mondani, hogy a másik ember abban örömét lejje. Ez egy olyan fontos képesség, olyan sok örömet adó képesség. Sokszor gondolunk a másik emberről, azt, hogy milyen jó ebben meg abban, de ha nem mondjuk meg, akkor az nem valósul meg. Pedig lehetne. Összesen egy dolog hiányzik, hogy ki mondjuk. És ezt például tőle tanulom. Vagy a, a legidősebb fiam, aki közgazdász, és zseniális elme, nagyon jó humorral, Tőle például az utóbbi két évben olyan bátorságról tett tanúbizonyságot, olyan dolgot vállalt el a munkájában, ami kívülesik az ő tanult tudásán, és egy ilyen kis, talán az segítette hozzá, hogy volt egy ilyen kis pici gyermekkori kis nosztalgikus vágya, és egy ilyen kis kicsi apró döntéssel bevállalt egy olyan típusú munkát, amiben nagyon másnak kellett lennie, mint addig, és megcsinálta, és nagyokat tett érte, és ez zseniális. Ez is azt erősíti bennem, hogy merni kell, hogy a bátorság is milyen fontos. Merni kell olyan területre is tévedni, ami nem olyan kényelmes, nem lustán is kényelmes. Nagyon, nagyon ügyes volt, nagyon büszke vagyok rá, és, és tanulom tőle. És most például azt gondolom, hogy változások jönnek majd az én munkámban is, de hát semmi okom nincs kétségbe esvetni, hiszen Gergő is megcsinálta. Gyurci, a középső fiam, a, a sport imádatával, és a tudatos sporttal, ahogyan beépíti az életébe és amilyen sikereket elér, hát nagyon sokszor éltem meg büszke pillanatokat, nagyon hálás vagyok neki érte. Vagy a legkisebb, aki most lett egyetemista, és megy a saját útján, nagyon régi elképzelt útján, és hihetetlenül lubickol benne, is, és amit akar megcsinálja, és mindezt valami fantasztikus égből jött derűvel, humorral, hogy, hogy egyszerűen csak a létezésében jó lenni, hogy a jelenlétében, és akkor nevetgélünk, és valahogy úgy érezzük, hogy könnyű az élet. Szóval, hogy a, a kétségbeesésnek csak piciketeret teret adunk, és időnként persze ez, ez nem, nem jelenti azt, hogy problémamentes az életünk, hanem hogy a gondok az egészségünk kivételével minden más dolog. Egyszerűen feladat. És hát nekik is azt tanítottam mindig, és én magam is ezt vallom, hogy kis feladat az kis öröm, de nagy feladatok, nehéz ügyek, azokat jól megcsinálni, az hihetetlen öröm, az ilyen siker. És hát a, a, amire szoktuk mondani, hogy boldog akar lenni, mindenki boldog akar lenni, de ilyen kis icipici dolgokból áll össze, ezek az örömökből áll össze. Hm. Hát most téged így elhallgatva, hogy a gyerkőcökről beszéltél, én azt gondolom, hogy jó sokat merítettek akkor belőled. Biztos, hogy hoznak a, abból a személyiségből, amilyen te vagy. Remélem, és én tanulom tőlük. És ahogy az előbb említetted, hogy ugye vannak azért néha gondok, nagyon kevés idő van a műsorunkból, mert ugye megbeszéltük azt is, hogy már száz évig is el tudnánk beszélgetni, de Igen. hogyha ha még itt egy szép lezárást akarnánk, akkor, akkor azért egy néhány mondatot beszéljünk a kudarcokról és a sikerekről, hogy, hogy azért nyilván a, a pályád során azt is beszéltük, hogy láttál már sok mindent, e, hogy éled meg a sikereket és a kudarcokat. A sikernek nyilván jó, örülünk, és azt elraktározunk, és az, attól töltekezünk, de azért vannak ugye kudarcok is. Akkor akkor az az igazi kudarc érzés, amikor az ember tehetetlen, a tehetetlenség érzés, hogy nincs eszköz a kezünkben. Azt a leg, legnehezebb megélni, de hogy akkor is legyen jó szó, jó szó ez mindig van, hogy akkor is valaki mellett maradni egy nehéz kudarc uh, helyzetében is, azok nehéz feladatok. Uh, és most. Uh, Érdekes lesz, amit mondok, de nem ördögtől való, hogy még a kudarcok idején is tudunk kicsi örömöket megélni, és azt megmutatni annak az embernek, az életben is, meg a munkámban is, aki éppen egy kudarcot él meg, hogy, hogy minden után van élet, és lépünk tovább. Jó szó, az óriási erő. Hát a sikerek azok nem is mindig a nagy. Látva, nem mindig látványos a nagy siker, van úgy, hogy én tudom, hogy most valami nagyon klassz dolgot csináltam. Nem is mindig mondom meg a betegeknek, vagy csak éppen annyit mondok, hogy, hogy ez most nagyon klassz volt, hogy most egy nagyon jó dolog történt. Valamikor meg azt mondják a betegeim, hogy megmentettem az életüket. Van több ember is most az élő emberek között is, és olyan is van már egy, egy idős, Barátom, aki, aki időskorában meghalt már, de ő mindig mondta, hogy megmentettem az életét, pedig nem, egyébként nem. Nem mindig az a nagy, nagy siker, amit úgy látnak a betegek. Valamikor egy icipici kis siker, vagy egy tegnapi történet, egy kicsi lány, aki, aki nem tudta lenyelni a tablettát, és pszichológiai feladatot kapott tőlem, és értette, és megbeszéltük, Hát azt hiszem, hogy a föld felett mentem haza, ahogyan hm. ezzel a kislányjal beszéltem, és este megírta nekem, hogy sikerült bevenni a tablettát. Hm. Ezek a sikerek. Hú, még a hideg is kirázott most ettől a gondolattól, és hát nagyon sajnálom tényleg, hogy vége van a műsoridőnknek. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan töltekezhettek ebből a beszélgetésből, és szeretném, hogy minél többen látnák, mert mert egy csodálatos egyéniséggel van dolgunk egyébként, és remélem még sokáig itt leszel velünk, és sokat tudunk veled beszélgetni. Köszönöm hát, szépen. És hát azt szeretném tényleg kívánni, hogy a, a, az Éva pozitivitásából sokan merítkezzünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Ez volt a Fehérvári Beszélgetések. Dr. Mosolygó Évával beszélgettem. Tartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra. Műsorszám szám tartalmazott